Másnap címmel színvonalas rendezvény valósult meg Karcagon a Városi Sportcsarnokban. Az érzékenyítő értékteremtő programot negyedik alkalommal rendezte meg a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium karcagi tagintézménye. Tatár Jánosné, a tagintézmény vezetője elmondta, hogy a rendezvény célja, hogy a sajátosan és az éppen fejlődő gyerekek megismerjék egymás értékeit, megértsék a másik viselkedését, gondolatmódját, elfogadják egymást. A mai programra mindig meghívjuk az óvodásokat, általános iskolásokat, akik kis műsorral készülnek, ugyanúgy a károsos gyerekek is műsorral készülnek, és utána pedig különböző tereken, érzékenyítő tereken próbálhatják ki azt, hogy milyen érzés az, hogyha valakinek valamilyen sérültsége, fogyatékossága van. Tehát a láthatatlan világ például azt mutatja be, hogy ugye valaki, meg hogyha a legfontosabb érzékszerve a szeme sérült, akkor ő hogyan él, hogyan tájékozódik a világba. Aztán a gurulópálya, az pedig a kerekesszékkel való közlekedést mutatja be, ott is ugye a ahol nincs akadálymentesítés, hogy milyen nehézséget jelent az is, ha például egy küszöbön keresztül kell menni a kerekesszékkel. Különböző fejlesztőeszközöket is mutatunk be, például az autizmussal élő gyermekeknek, vagy tanulássegítő eszközöket azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolában tanulnak, és hogy milyen plusz segítséget tudunk adni a pedagógusoknak, szülőknek, ahhoz, hogy ezek a gyerekek minél jobban be tudjanak illeszkedni a többségi iskolában, illetve majd később a társadalomban. A másnap program fővédnöke és Sági István tankerületi igazgató és Szepesi Tibor polgármester volt. Városunk vezetője elmondta, nagyon örül annak, hogy évről évre egyre színvonalasabb ez a rendezvény, mely igyekszik közelebb hozni a fogyatékkal élő emberek világát. Mindig nehéz arról beszélni, hogy hogyan szólítjuk meg a fogyatékkal élőket és a nem fogyatékkal élőket. Hiszen valahogy ki kell fejezni, de mégis azt látom, hogy nem biztos, hogy ezt ki kell fejezni, hiszen a másnap is arról szól, hogy nincs különbség azok között, akik ide följönnek a színpadra. Előadják a produkciót, sokáig gyakorolnak, és hogyha közösen jönnek föl a színpadra, akkor is a fiatalokat látjuk, a gyermekeket látjuk, a mosolyt látjuk az arcukon, és azt, hogy együtt egymásért önfeledten tudnak játszani és szórakozni. Karcagváros önkormányzatának mindig fontos volt az, hogy ezek a rendezvények megvalósuljanak, hogy tudjuk támogatni ezeket a rendezvényeket, mint ahogy támogatjuk a hétköznapokon is, nem csak a másnapokon ezeket a szervezeteket. Én nagyon örülök annak, hogy a különböző civil szervezetek, társadalmi szervezetek, más intézmények is jelen vannak ezen a rendezvényen. Eljönnek az óvodások, eljönnek az általános iskolások, és valóban együtt egymásért tudnak játszani, önfeledten örülni a gyermekek. A színpadi műsorok mellett számos program volt még kipróbálható. Az interaktív terek is vártak mindenkit, emellett a népi játszóházat, a kézműves foglalkozásokat és a növénysimogatót is megtekinthették a gyerekek. A KSC Varó István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium egészségügyi szakmacsoportja szűréseket végzett, valamint megismertette a gyerekekkel, hogyan kell első segélyt nyújtaniuk, ha szükséges. A programot a Holdvirág Zenekar interaktív zenés produkciója zárta.